Sziasztok! Folytatódik a Kémény projekt. Az előző részben megnézhettétek, ahogy itt jó nagy átmérőben kifúrtam a falat, ezt az átvezető elemet elhelyeztem, és aztán vissza is javítottam. Ezt a videót megnézhetitek itt, Kémény projekt 2 címen, hogyha még nem láttátok. Most jutottunk el oda, hogy a kéménynek a belső része, a házon belüli része befejezésre kerül. Ehhez azonban már majdnem minden kész, ehhez azonban ez a 8 cm-es szakasz hiányzik. Itt még innen hiányzik egy darab. Ide egy olyan darab kell, aminek az egyik fele 15 cm, ami bemegy ide a falba, a másik fele pedig egy szűkített, ami ennek a csőnek a végébe belemegy. Ilyen füstcső darab nincs itthon, van viszont sima 15 cm átmérőjű füstcső, és úgy döntöttem, hogy abból ezt a szűkített, megfelelő hosszúságú részt elkészítem magam. Ez jön a mostani videóban. Na, az van, hogy van egy ilyen közel fél méteres darab, ez maradt maradék, ugye egy ilyen fél méternyi darab kellett a hődob és az alsó, a sparhától fölfelé jövő csőszakasz közé, maradt egy ilyen közel fél méteres darab. Néztem abba a webshopba, ahonnan egyébként vettük ezeket a csöveket is, hogy létezik 25 centis ilyen szűkített végű csődarab 5500, a fél méteres az 8500, és az 1 méteres meg 15000, de 25 centis nem kapható, tehát minimum egy fél méteres darabot kellene venni, és az 8500 forint, és igazából nekünk meg itt van ez a darab, és meg is tudom csinálni, úgyhogy nem fogok ennyit költeni. Ez volt a kiindulási alap, ezért fogom megcsinálni. Úgyhogy az a terv, ott bent lemértem, hogy mekkora kell. Ugye ezeknek a csöveknek amúgy is gyárilag is 5 centis a szűkített, 5 centi hosszú a szűkített rész, tehát én is 5 centire fogom csinálni, és utána egy 8 centi hosszúságú szakaszt kell a falból kilógó cső és a 90 fokos idom között áthidalni, és még ugye a falba is be kell, hogy menjen legalább egy 5 centit. Én azt gondoltam, hogy arra ráhagyok még kettőt a biztonság kedvéért, tehát 7 centi bemegy, 8 centit kell áthidalni, az összesen 15, plusz még egy 5 centis szűkített rész, tehát 5 centi és egy 15 centis teljes szélességű darab. Gyakorlatilag annyi a lényeg, hogy ebből most levágok egy 5 centinél egy picit hosszabb darabot, és azt abból így a palástból ki fogok vágni egy néhány milliméternyit, majd meglátjuk, hogy mennyi kell, hogy annyira össze lehessen nyomni, hogy belemenjen saját magába, ugye, tehát hogy pontosan illeszkedjen a szűkített rész magába a 15 centi átmérőjű, belső átmérőjű csőbe, és azt a keskenyebb részt fogjuk hozzáhegeszteni, majd közben látjátok, de egyébként teljesen egyértelmű. Na nézzük! Stiff as a flagpole, man, I ain't faking it. He won't open up. Oh, ain't that a sin? Well, I'm begging of you, baby, please, girl, let me in. People looking funny, have they passed me by? Reaching for the first floor window, but it's way too high. Well, I call you on the phone, but you won't answer me. Open up now, girl, I'll be as sweet as I can be. Thank you.
Na, hát körülbelül egy centit kellett kivágni belőle, de egy picit nagy lett a kivágás, mert itt most maradt egy ilyen két és fél milliméteres rés, de ez van, ezt behegeztem, most nem fogok ezért újat vágni, és akkor itt egy ilyen fél centit körülbelül így beledugtam a másikba, tehát így látszik, hogy illeszkedik bele, és most van az, hogy itt, ahol a hegesztés lesz, itt a tövénél egy kicsit sarokcsiszolóval leköszörülöm róla a fekete festéket, és akkor utána pedig itt korgonvédőgázas fogyóelektródás módszerrel körbe fogom hegeszteni. Ehhez a, hát szerintem 2 mm-es falvastagságú csőhöz én egy olyan 100 ampert és 19,5 volt feszültséget fogok így kezdésnek beállítani, 0,8-as huzal és korgonvédőgáz 9-10 liter per perces mennyiségben, úgyhogy akkor nézzük. Na itt van kész a hegesztés, viszont okos ember más hibájából tanul, és ti okos emberek vagytok, úgyhogy ne kövessétek el ugyanazt a hibát, amit én az előbb már egyszer elkövettem, ugyanis ez már a második példány. A hegesztést azt az első verzió elkészítésénél láttátok, csak hogy az történt, hogy miután ez elkészült, utána, nem pedig előtte ellenőriztem le, hogy tulajdonképpen ez így rá belemegye a cső belsejébe, ahova bele kell mennie, és nem, valószínűleg túl nagyra vettem azt a nyílást az összeillesztésnél, és ezért a vége egy picit nagyobb átmérőjű lett, mint kellett volna, úgyhogy itt be is vágtam 4 oldalon, hogy hát ha egy kicsit össze tudom nyomni, és akkor úgy jó lesz, de nem lett jó. Úgyhogy meg kellett csinálnom még egyszer, de se baj, mert másodszorra szebb is lett, meg jobb is lett, úgyhogy itt már elkezdtem körbe leköszörülöm egy kicsit, lefújom hőálló feketével, van itthon spréformában, és kész. Persze, hogyha nincs védőgázas géped, akkor a hegesztést természetesen pálcával, vagyis bevont elektródával is megcsinálhatod. Ehhez a 2 mm-es anyagvastagsághoz a 2 vagy 2,5 millis elektróda passzol szerintem. Hogyha 2,5 millis elektródád van, akkor kezdésnek 90 ampert ajánlok, és hogyha az nem tökéletes, akkor finomítasz rajta. A festéshez mindenképpen hőálló festéket érdemes használni, ugyanis az én Sparheltem gyári leírása szerint a kilépő füstgáz akár 160 fokos is lehet, gondolom ez más tüzelőberendezéseknél is hasonló, és ez a hőmérséklet, ez azért a normál festékek számára már nem egészséges. Érdemes venni egy
ilyen sprét, és azzal a gyári festékhibákat is, mert azért sajnos a füstcsöveken meg a hődobon is voltak, meg az ilyen hegesztés utáni javítást is el tudod végezni, és elvileg ez a festék éppen 160 fokig hőálló a leírása szerint, úgyhogy nagyon jó lesz erre a feladatra. Na, itt van a készcső, ilyen lett, ugye látszik, hogy itt van ez az 5 centis szűkített rész, meg még egy 16 centis hosszabb rész, ugye ez így megy ide a helyére, a szűkített rész ide a csőbe, a szélesebb rész pedig a falba. Most jön az, hogy akkor össze kell rakni, remélem minden stimmelni fog. Na, és így ráadásul az is kiderült, hogy ezt a falba, ezt az átkötő kéményelemet a tökéletes magasságba sikerült elhelyezni, hiszen pontosan beleillik és pontosan összeillik, úgyhogy a kémény belső része itt a házon belül elkészült, lesz még a kémény projektnek egy utolsó befejező része, vagy legalább egy része, amelyben már kint a ház falára fogjuk a kéményt felszerelni, meg a cserépfedést a tetőn át kell majd törni, ott körülötte kell majd valami átvezető elem, valami bádogozás, ezen még gondolkodom, hogy hogy lesz megoldva, érdekes lesz az biztos, úgyhogy tartsatok majd velem akkor is, ha nem vagytok még feliratkozva, akkor tegyétek meg most. Ha tudtam ebben a videóban hasznosat mutatni, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!